Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarka televízió híradóját látják. Nézzük az elmúlt hetek eseményeit előbb csak címszavakban. Munkaerőtoborzót tartottak a Bartó Béla művelődési központban. Karate edzőtábor tartott a Sarkadi Bartó Béla művelődési központban a Gyulai Satokán Karate Klub. 5. alkalommal került megrendezésre a Kálvin téri családi nap. Idén is kiosztásra került az iskola kezdési támogatás. Munkaerő toborzó tartott a Bartó Béla művelődési központban a Sarkadi járási hivatal foglalkoztatási osztálya. A munkaerő toborzó apropóját az adta, hogy egy nagyszalontán beinduló autóipari cég munkásokat, munkaerőt keres Sarkadról is. A részletekről Domokos Zoltán osztályvezető nyilatkozott televíziónknak. Inteva Products nevű cég, nagyszalontai cég megkereste a foglalkoztatási hivatalt azzal a céllal, hogy a náluk jelentkező munkaerőigény kielégítésében működjünk közre. Nagy örömmel vettük ezt a megkeresést, hiszen tudjuk, hogy a Sarkadi járásban a foglalkoztatási helyzet a megyei átlagnál kedvezőtlenebb, és jó lehetőséget láttunk abban, hogy a közeli Nagyszalontán magyar munkavállalók el tudjanak helyezkedni. Az egyeztetés addig zajlott és arról szólt, hogy egy csoportos tájékoztatót szervezzünk, toborozzunk magyar munkavállalókat és szólítsunk meg lehetséges munkavállalókat. A szalontai gyárnak a képviselői, amikor megkerestek minket, akkor készítettek szóróanyagot és plakátokat. Ezeket a szóróanyagokat, tájékoztató anyagokat kihelyeztük a foglalkoztatási osztálynak az információs felületein, illetve küldtünk a partner önkormányzatoknak is abból a célból, hogy a településükön az önkormányzathoz beforduló, betérő emberek szintén tájékozódjanak azokról a lehetőségekről, amit most ez a nagyszalontai cég kínál. A tájékoztatón, a toborzási tájékoztatón részt vett a cégnek a humánpolitikai igazgatója. Ő volt az, aki a szakmai tájékoztatást és eligazítást megadta az érdeklődőknek, a jelenlévőknek. Az ő munkáját segítette még egy képviselője a cégnek, aki jellemzően a tolmácsolásban vállalt szerepet, és aki egyébként az új munkaerő, akár magyar, akár román munkaerőnek a betanításában részt vesz és főszerepet vállal. Itt közel 50 fő eljött erre a tájékoztatóra, érdeklődve hallgatták az előadást. Láthattak egy kisfilmet is a cég életéről, illetve sok kérdésre tudtak válaszolni a cég jelenlévő képviselői. Megajánlotta a lehetőséget a gyár arra, hogy egy üzemlátogatáson is részt vegyenek. Erre az üzemlátogatásra a mai csütörtöki napon kerül sor. A kis csoport ki is ment az üzemlátogatásra. Reméljük, hogy sokan elvállalják ezt a munkát, és a jó hírét hozzák vissza a magyar munkavállalók külföldi munkavállalására. Fontos az, hogy ez a nagyszalontai cég már több mint 800 fővel dolgozik, és további létszámbővítést terveznek, hiszen nagy autógyárakkal állnak kapcsolatba. Többek közt talán ki lehetne emelni a Volkswagent, az egyik legnagyobb termékmennyiséget, illetve készterméket a Volkswagennek készíti a gyár, és külön megemlítették a gyár képviselői, hogy a magyar Esztergomban lévő Suzuki gyárnak is beszállítanak autóalkatrészeket, autózár, illetve ajtónyitó berendezéseket, úgyhogy ez külön érdekessége volt a csoportos tájékoztatónak, hogy a Magyarországon gyártott Suzukiknak is itt készül Nagyszalontán néhány alkatrésze és berendezése. És ezeknek az összeszerelésére különböző, jellemzően betanított munkára várják a munkavállalókat. Abban maradtunk a cég képviselőivel, hogy további együttműködést fogunk kialakítani és tartjuk a kapcsolatot. Várhatóan az ősz folyamán egy következő második körben is megpróbáljuk a toborzást elindítani és egy hasonló csoportos tájékoztatót megszervezni a sarkadjárási munkavállalóknak.
Karate edzőtábor tartott a Bartók Béla Művelődési Központban július utolsó hétvégén a Gyulai Sotokán Karate Klub. Az edzőtábor apropóját az adta, hogy 1993 és 1997 között szervezett módon szakkör jelleggel folyt karate oktatás a Sarkadi Bartók Béla Művelődési Központban. A rendezvényt dr. Mokán István polgármester nyitotta meg. Az edzőtáborról, illetve az azt követő vizsgáról Horváth Lászlót, a Gyulai Sotokán Karate Klub vezető mesterét kérdeztük. Nagyon régen nosztalgiából hoztuk össze ezt a megmozdulást, hogy így mondjam. Valamikor 1993-tól 97-ig a Sarkadi Művelődési Ház Szűcsné Marika gardírozásával adott otthont, közel 100 fővel, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen nosztalgiás megemlékezésre csinálunk most egy ilyen edzőtábort, és csinálunk egy jó kis vizsgát. Régi tanítványok, régi barátok Sarkadról, és nagyon sokan és a környékről is jöttek ma el. Ki lesz az instruktora ennek a edzőtábornak? Az edzőtábor vezető instruktora Keszics Bogdán, 9-danos szerb karatemester, aki több mint 30 éve már gardírozza a magyarországi Sotokán karatét, illetve a gyulai és a hozzátartozó karateklubokat is. Elmondta, hogy több mint 100 gyermek kezdett Sarkadon karatézni 93-ban. Sikerült közülük megszólítani az edzőtáborba többet is? Gyakorlatilag azokból a tanítványokból, akik annak idején Sarkadon kezdtek, már vannak feketeövesek, színesövesek, vannak, akik tanítanak is benne, és azok ugyanúgy itt vannak ezen a mai táboron. Mit vár ettől a tábortól? Mindent. Nagy. Bízom benne, hogy jó lesz. Igazából az összetartozás, egy kis nosztalgiázás, régen nem látott tanítványokkal való találkozás. Van olyan, aki Szombathelyről jött, van olyan, aki Debrecenből vagy Pestről érkezett meg erre a megmozdulásra. A feketeövesektől egészen a fehérövesekig látunk itt karatékákat. Milyen különbséget jelent ez az övfokozat? Gyakorlatilag az öv azt jelenti, illetve az öveknek a színe azt jelenti, hogy ki milyen szinten sajátította el a karaténak a technikáját, az elméleti részét. A legkezdőbb a fehéröves szint, aki tulajdonképpen most ismerkedik, a legmagasabb szint pedig a fekete. A köztes rész pedig egy-egy állomást jelent ezeknek a fokozatoknak. Ha jól tudjuk, az edzőtábort vizsga is fogja zárni. Mire számít a vizsgám? Gyakorlatilag a vizsga az azt jelenti, hogy a tanítvány bebizonyítja, illetve megmutatja, hogy fel van készülve arra a szintre, ami ezután emelkedik, amire ő vizsgázik. Mire számítok? Szerintem fel vannak készülve a tanítványok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szeszély mióta foglalkozik karatéval? Hát én sok éve karatézzük, majdnem 50 éve. Első voltam Pesten, Gyulán voltam így 10 éve, és több. Horváth Laci hívt engem, és Zsolt Péter pestei edzőtábor volt ide készíteni, és sokszor itt voltam. Most a Sarkadián voltam elsőször voltam, vagyok, és szép város, nagyon szép város, és én remélem, hogy többször itt leszek. Mit fognak tanulni azok, akik ma ide jöttek a mai edzőtáborra? Fognak tanulni a katát. Én nekem van 9. dan, kaptam Budo Karate Hungary, én itt Magyarországon írtam 4 könyve, és lesz valami kata tekiokusodan, kumite is tekiokusodan, hogy én készítem, és kata hensodan, hogy én kumite, hogy én készítem, és én nekem van ez engedély, ilyen nagy év van, és én nekem van engedély, hogy bírok ezt csinálni. Lesz kumite technika, meg több kata, mesterkata lesz. A edzőtábor végén lesz vizsga, mire számít a vizsgázóktól? Hát én csináltam, én mikor fiatal voltam, akkor
voltam nagyon kemény. Kemény voltam nagy csak. Én vagyok most idős, és van sok szokás. És én, na most ide. Aki csinál, jól csinál, így kap danvizsgom, danév, meg QF. Aki nem kapi. Csak én, nekem van ilyen terv, hogy én csinálok így, aki van, vagy beteg, vagy nem jó csinál kata vagy technikát, én akarok engedni. Azért is nézem, mennyi éve tanult karatét. Ha sok éve tanult is öregebb, akkor bírunk adni évet, meg jó éve, meg dan éve. Itt Trunkamáj, lassan nyitva van, csípe, fudatacsi, gyert! És Genabaráj, nyitva van, fudatacsiba. Zenkózudacsiba, gyert! Nyitva lassan, gyors, gyert! Itt! Szám! Jedan baraj. Ni. Sam. Ši. Ič. Ni. Sam. Ši. 5. alkalommal került megrendezésre az újteleki Kálvin téren a Kálvin téri családnap. A színes programforgatagon részt vett dr. Mokán István polgármester, illetve az ő meghívására Gajda Róbert Békés megye kormány megbízottja, dr. Kovács József térségünk országgyűlési képviselője, illetve Török László Nagyszalonta testvérvárosunk polgármestere. A rendezvényről Sárosi Mátyást, az egyes számú választókerület önkormányzati képviselőjét kérdeztük. Az 5. alkalommal megrendeztük a teleki napot. Mivel pénteki napra volt ez most téve, mert a időjárással kapcsolatosan nem tudtuk a szombati napra tenni, előtte van. És akkor megtiszteltek bennünket vendégek is, Gajda Róbert kormányhivatalnak a vezetője, megyei dr. Kovács Józsi országgyűlési képviselő, és ráadásul még a mellettem a szalontai polgármester, Török László polgármester úr, és utolsó sorban pedig lenn meg a helybeli polgármester, dr. Mokán István polgármester úr is megtisztelt bennünket, akik nagyon jó érezték magukat, nagyon hát sokan voltunk a teleki napon, és ezt szeretnénk a következőbe is megrendezni, és nagy tisztelettel várom továbbra is a lakosságot, és köszönettel vagyok neki. Segítőtársak még megszervezték azt, hogy például az egészségügyi vérnyomásmérő cukorszintnek a megmérését akkor. A gyerekeknek volt programjuk, futballcsapat, ami nagyon-nagyon sokan voltak, és nagyon igényelték, futballmeccs volt az is, és akkor még több hasonló programok voltak, és akkor ezt szeretnénk bővíteni az összefogásba, és főleg azt, nagyon sok segítő van, de még több kell a közeljövőben. Az idei esztendőben is támogatja az iskola kezdés Sarkadváros önkormányzata, melyről döntött a képviselőtestület. Az iskola kezdési támogatáshoz kapcsolódó tikettek kiosztását a Bartók Béla Művelődési Központban kezdték el. Televízión kérdésére dr. Mokán István polgármester elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei esztendőben is segíti Sarkadváros önkormányzatának képviselőtestülete az iskolakezdést. Az iskolakezdés jelentős anyagi terhet jelent a sarkadi családoknak, ezért az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen a szociálisan rászoruló sarkadi családokon, támogassa az iskolakezdést. E terhek könnyítése érdekében Sarkadváros önkormányzatának képviselő testülete rendeleti szabályozással megteremtette az iskolakezdési támogatás bevezetésének a lehetőségét, és a 2015-ös évet követően 2016-ban is biztosítja a szükséges anyagi pénzügyi forrásokat.
Az iskolakezdési támogatásról tudni kell, mondta el kérdésünkre dr. Pintér Magdolna jegyzőasszony, hogy az nem alanyi jogon jár, annak biztosítási feltétele az, hogy a szülő erre a támogatási formára jogosult legyen, illetve igényét bejelentse, azt a polgármesteri hivataltól kérje. Ezzel a lehetőséggel ebben az esztendőben is több száz sarkadi család élt, így ennek mentén megkezdődhetett az elmúlt héten az iskolakezdési támogatások kifizetése. Lássuk híreinket még egyszer! Munkaerőtoborzót tartottak a Bartó Béla Művelődési Központban. Karate edzőtábor tartott a Sarkadi Bartó Béla Művelődési Központban a Gyulai Satokán Karate Klub. 5. alkalommal került megrendezésre a Kálvin téri családi nap. Idén is kiosztásra került az iskolakezdési támogatás. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!